Szevasztok, Sziltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Raid Shadow Legends. Történt pedig, hogy a Discord csoportunkban, természetesen link odalent, tehát történt pedig, hogy a Discord csoportunkban arra terelődött a szó, hogy ki, hány és milyen fajta rare hőst nézett be és tört be a nagyobb jó oltárán, amiből egy érdekes beszélgetés alakult ki. Úgyhogy oda jutottam, hogy összekotortam nektek lényegileg 10 plusz 1 rare-t, akit ha szerencsétek van a játék elején, közepén beszerezni, és miért ne lenne, akkor semmiképpen ne törjétek be őket, hanem tessék investálni beléjük, egyeseket akár még ki is érdemes maxolni, tehát fölhúzni 6 csillag 60-ra, és rendesen fölgírelni, stb. No, de hogy ne csak üresbe tépjük a szánkat, menjünk is bele, külön kategóriákba osztottam őket, pusztán csak az egyszerűség és a mihez tartás kedvéért. Először is nézzünk köröztül a support hősökön. Hát itt mindjárt nem is kell messzire mennünk. Elsőnek mindjárt az apotekári ugrik be az ember gondolataiba, aki ugyebár képes olyanra, hogy két körönként egy masszívat heal-el, illetve három körönként 30%-os increase speedet ad, és a turn métert is 15%-kal fölbütyköli. Az alapstatjai klasszikusak, rare-től nagyon nagy csodát nem is érdemes elvárni, van neki egy jó kis aurája dungeonökre, ahol defense-t növel, tökéletesen használható hős, igen-igen hosszú időre el tud látni alapvető heal-lel. Második szereplőnkhöz nem is kell nagyon messzire menni, a support vonalon maradva mindjárt itt van nekünk a Reliquary Tender, akinek az alapvető képességei közé tartozik az, hogy három körönként hoz egy teljes cleanse-t, tehát az összes debuffot leszedi a szövetségiseiről, és 15%-os heal-t biztosít nekik, illetve ami még fontosabb, 5 körönként éleszt, 30% HP-val és 30% turn meterrel. A játék korai szakaszában ez egy igen valamire való hős, tehát ha belefuttok, semmiképpen ne törjétek be, hanem tessék bele fektetni. Support vonalon maradva, akit még mindenképpen ki akarnék emelni, az nem más, mint Painkeeper. Tehát Painkeepernek még a végjátékban is rengeteg komoly játékosnál komoly szerep jut, méghozzá Clan Bossban, két meniterrel ugyebár gyönyörű szépen meg lehet oldani azt, hogy egyszerűen unkillable, tehát kiirthatatlan legyen a csapat, és csak darálni a damage-et vele. Négy körönként képes a saját HP-jának 15%-át gyógyítani a szövetségeseken, mivel alapjáraton 19300 a HP-ja, ez könnyen szkillelhető, igen-igen magas mennyiségre, úgyhogy négy körönként bátran lehet számítani egy-egy combos hírre, úgy az egész csapatra. De mégis amiről a leginkább ismert, az a Decrease Cooldown of All Ally Skills by One Turn, tehát hogy a szövetségeseinek, a képességeinek a hülési idejét, hogy úgy mondjam, a cooldownját lecsökkenti egy körre, erre négy körönként képes. Tehát ha valakinek 5 körös a skillje, akkor azt lecsökkenti 4 körre, a 4 kört 3-ra és így tovább, amikor ez első. Nagy vonalakban akkor a support vonalról ennyit. Evezzünk át a DPS-ekre, és maradjunk ugyanitt a Dark Elfeknél, nem mással, mint Coldheart-tal. Coldheart, hát egy legendary, akit
valami okból kifolyólag Rare bőrbe bújtattak. Végjátékban rengeteg szerepe van, tehát 20-tól 25-ös dungeonokig tökéletesen lehet használni. Bosszokban abszolút helyén való, mivel 100%-kal csökkenti a turnmétert. Lényegileg az összes többi skillje annyira nem számít, mondjuk rá a Flurry of Arrows a Fire Knight-ban zseniálisan működik, mert egyik azon kevéseknek, akik képesek 4 ütést hozni az A1-en, tehát a Fire Knight-nak a shieldjét, mint forró kés, a vajon úgy szedik le. De mégis amiről a legismertebb az a Heartseeker ability, tehát agyabeteg mekkora damage-eket ki tud osztani megfelelő gíreléssel, és azon túl még le is csupálja a bossnak vagy az ellenfélnek a törméterét 100%-kal, tehát lenullázza. Maradva tovább a DPS vonalon, térjünk át a Demon Spawnokhoz, ott is pedig nem máshoz, mint Fellhounthoz. Fellhound nagyon jól tud működni kampányfarmerként, tehát bereszted a kampányba is csak az A1-jel spammelet, rendesen kigírelve, nincs amit együttésre nem fektet le. Illetve tökéletesen tud még működni szintén a Fire Knight-ban, ugyanis 15%-os reflect damage-et nyom az összes szövetségésére 2 körre. Na most ez miért jó nekünk? Ez azért jó nekünk, mert amikor a Fire Knight AOE-t üt, és általában AOE-t üt, akkor minden egyes szövetségésünkre kinyomott reflect damage egyel automatikusan letikkeli a shieldet. Tehát mivel ugyebár dungeon vagyunk bent 5-en, és ebből az 5-ből 4 karakteren van reflect damage, tehát ahogy a boss üt AOE-t, 4 tick egyből lemegy a pajzsáról, tehát a 9-ből marad 5, utána olyan cold heart belelől 4-et, marad már csak 1, és lényegileg pajzstalanítva van a Fire Knight, onnantól kezdve halott mind a bunda. Block damage-et, ha auton játszol, akkor mindig a leaderre nyom egy block damage-et, úgyhogy ez is, mit tudom én, ha más nem, akkor egy karaktert meg tud védeni 3 körből egyszer. De nem a deflect a fő skillje, nem ez miatt ismert, hanem a Ravage és a Flamebone vigor miatt. Tehát ez a két skillje, ez rettenetesen használhatóvá teszi Fellhoundot. Tovább haladva nézzünk át a debufferok közé. Itten pedig először Miss Vaxot keressük meg, Warmaident. Tehát ezt a csajt, ha nem mártották olajba vagy viaszba, akkor nem tudom. Ez úgy csillog a Salamon töcke a bőre, no de mindegy. Miért szerepel ő ma a videóban? Azt mondja, hogy állj egy ilyen poisonöket dobál, abból is a kis verziót, ami nem számottevő. A2-n increase attack csak ő rá magára, ez se nem nagy valami. Ellenben az A3-a egy AOE, és ő lesz az első hősöd, aki képes lesz 100%-ban a komplett ellenfél csapatára decrease defense-t tolni. Tehát őt lehet kampányból is farmolni. Ha jól emlékszik, akkor a Stage 9-ben lehet őt lootban kikapni. Úgyhogy a könyvelése megoldott. Egész könnyen ki lehet könyvelni. És ami azt illeti, nem kell fölhúzni maximum szintre ahhoz, hogy működni tudjon a decrease defense-e. Úgyis a játék legelején fogjátok megkapni, amikor még nem fog ilyen csillagászati mértékekbe felszökni az accuracy igény. Tehát az, hogy nem tudtok rá accuracy banner tenni, azon ne aggódjatok. Azokra a szerepekre később majd lesz sokkal jobb, sokkal másabb hősötök, de mondom, a játék elején ő lesz az első decrease defense hősötök. Rengetegszer láttam annak idején még arénában is,
hogy ő működött debufferként még a Series meg a stb. Beszerzése előtt. Series, Tech Knight, akárki. Tehát ahogy elkezdítek a játékot, valószínűleg ő lesz az első, akiben belefuttok, hogy képes lesz AOE-ben Decrease Defense-t és abból is nagyot alkalmazni. Következő debufferunk a Knight's Revenant-ból nem más, mint Coffin Smasher, akit majd mindjárt meg is találunk, itt van. Tehát Coffin Smasher A1-en Decrease Attack-tól minimális eséllyel, de ezzel nagyon korai fázisban lehet működni Clan Boss-ban. Tehát ha sikerül kikönyvezni, akkor az 30% is, mivel 3-szor jut, az már 90%. Tehát 90% esély van arra, hogy nagy Decrease Attack-ot hoz le a Clan Boss-ra, ami jócskán megkönnyíti a csapat túlélését. A2-n HP burn 50%-ban, kikönyvelve 60-70-75%. Szintén Clan Boss-ra a HP burn nagyon szépen működik. És a passzívja az annyit tesz, hogy szintén a Clan Boss-nak az AOE-je 5%-kal kisebb damage-et okoz a csapatnak. Igen, túl fogtok haladni rajta, nagyon gyorsan, nem lesz vele későbbiekben sok dolgotok, de a játék elején abszolút használható Clan Boss hős. Tehát ne törjétek be, ameddig jobbatok nincs, addig ő is tökéletesen megteszi. War Maiden decrease-üli a defense-t, ő decrease-üli az attack-ot, elmegy a dolog. Következőnk nem más, mint a törpéktől Bulwark bácsi. Hol is vagy itt nekünk, Bulwark? Tehát ő egy morcos fekete szakállú törpe, aki A1-en weekenezik, A2-n szintén HP burnt-tól két körre, ő neki már 100% esélye van rá, tehát Coffin Smasher helyett ő is megteszi HP burnernek a Clan Boss-ban, illetve ha megütik, tehát ez a passzív képessége, ha megütik, akkor 30% esély van arra, hogy a boss vagy az ellenfél úgy generálnak a buffjai 30%-kal vagy 30%-ban egy körrel megnyúlanak. Tehát hogyha van rajta a decrease attack, decrease defense és rájut a törpére, akkor 30% esély van arra, hogy azok a debuffok egy körrel meghosszabbodnak. Mivel defense-ből építkezik lényegileg az összes damage-e, és alapjáraton is 1266, ami rare-től egészen tűrhető, így még a 17% defense all battle-ben egészen comboskás, úgyhogy a Clan Boss korai szakaszában egészen megbízható tank, vagy úgy karakter in general. Akit még ide szeretnék említeni, az Ogryn Tribes-ból nem más, mint Bellower kartás. Tehát Bellower kartásnak lényegileg minden sebzése AOE, Attack All Enemies, Attack All Enemies, Attack All Enemies, és ami érdekes benne, hogy mindenhez tartozik valamilyen debuff. Tehát az A1-ben Block Active Skill, az A2-ben Decrease Speed, az A3-ban Decrease Attack és Decrease Defense. Na most, a probléma ott van, hogy ezekből mindből a gyöngébbik variációt alkalmazza, de azt ömlesztve. Minden aktiválásra, tehát minden skillje valami debuffot hordoz magával, ami roppantul versatilissá teszi, tehát sokoldalúvá teszi. Ha nincsen jobbad, akkor ő is tökéletesen megfelel
technikailag bármilyen contentbe. Messze menőkig őrá se lehet majd ugyebár azért számítani, de úgy mid-gaming el lehet vele döcörögni, arról nem is beszélve, hogy utána még valid szolúció lesz a Faction Creeps-be, ahova 15% speed bónuszt ad. Végül, de nem utolsó sorban, most, hogy túl vagyunk a 10-en, 11-ről beszéltem, ugye a végére hagytam azt a karaktert, aki lényegileg csalásnak minősül a játékban, Paragon. Tehát ő az a karakter, aki lehetővé teszi azt, hogy megnyerd azt, amit nem lenne szabad, hogy megnyerj. A1-en lényegileg csak egy atak, egy enemy, tehát egy ellen felett támad, turn meter csökkent esetlegesen, szóval semmi. Az A2 ellenben, ha le van könyvezve, akkor 4 körről lemegy 2 körre, és unkillable buffot ad saját magára 2 körig. Tehát lényegileg ez az unkillable, ez folyamatosan rajta tud maradni, és ad 25% increase attack-ot. Tehát ha egyszer eljutod a paragon, hogy az A2-t el tudja sütni, akkor lényegileg onnantól kezdve ő halhatatlan. És akkor jöhet az A3-asa, ami attack 3 times at random, tehát háromszor támad véletlenszerűen, heal reduction, decrease attack, és a többi. Mit lehet ő vele csinálni? Tehát van ugyebár a játékban egy olyan opció, hogy csata előtt részletekben menően, de mindjárt még is mutatom, természetesen paragonom az éppen hogy nincsen, mert miért lenne. Tehát csata előtt van egy olyan opció, akármilyen csatába belemehetünk, például ide, és akkor van a team setup, amikor új csapatot rakunk össze, vagy már meglévő csapatot módosítunk, akkor rámegyünk ide ezekre a csúszkákra, és akkor bejön itt nekünk részletekbe menően, hogy melyik körbe ki mit csináljon. Na most, hogyha van paragonunk, akkor paragonra rámenve kiválasszuk, hogy pillanat, csak visszanavigálunk. Tehát paragonra rámenve kiválasztjuk, hogy a prioritása az az A2 legyen. Tehát, hogy akármikor csak lehetőség van rá, akkor a számítógép automatikusan az A2-t, a damage control-t priorizálja lényegileg minden második körben. Tehát akkor az számítógép algoritmusa úgy fogja ezt értékelni, hogy mivel a prioritás ő rajta van, tehát ezen a skillen van, minden egyes alkalommal, ahogy a cooldownja lejár, tehát ahogy elérhetővé válik a skill, automatikusan a következő körben ezt fogja választani. Ezzel a skill-lel igen messzire el lehet jutni. Lassan megy, mert gyönge, nem damage-el valami ordinári nagyokat, de szemtelen kis taktika, szépen lassan ledarálsz vele egyenként mindenkit. Természetesen van rá ellenszer, most így hirtelenjében egyetlen egy karakter ugrik be, mert nem rágtam magam hűde annyira át rajta. Például a kokáért Gembo ugrik be, akinek a passzívja az, hogy ignorálja az unkillable-t. Tehát vannak a játékban olyan karakterek, akiknek van ez a képessége, tehát hogy egyszerűen ignorizálja azt, hogy paragonon rajta van az unkillable buff, és oda megy és taknyon vágja. Nem sok olyan karakter van, aki erre képes, Gembo az egyik közülük, de nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy ha tudtok még ilyen karaktert, osszátok meg akkor mással is ezt az információt.
Természetesen mindenkit továbbra is várunk szeretettel a Discord csatornánkon. Természetesen meghívó a leírásban van. Én pedig még mindig széltoló vagyok, ti pedig még mindig vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!